Győrben vagyunk, egy helyi egyesület tapasztalatainak a fényében szeretném bemutatni a mozgássérültek életének egy gyakorlati problémáját. Jelesül azt, hogy milyen nehézségekkel szembesül az, aki jogosítványt szeretne szerezni. Nagyon jellemző eset volt, hogy egy osztrák partnerszervezetünk segítségével tudtunk szerezni egy oktatóautót, amit kint Ausztriában több éven keresztül használtak mozgássérülteknek az oktatására. Sikerült ezt az autót áthoznunk, és itt megpróbáltuk azt, hogy itt Győrben is oktatóautót tudjunk belőle csinálni, tehát hogy mozgássérültek tudjanak rajta tanulni. Valamennyi minimális pénzösszeget kellett érte fizetni, de igazából ezt azt mondanám, hogy jelképes összegért kaptuk meg ezt a lehetőséget, de sajnos ezzel nem tudtunk élni, mivel a hazai jogszabályok ezt eléggé megakadályozták, mivel nem tudtuk végül oktatóautónak levizsgáztatni itthon Magyarországon, tehát gyakorlatilag egy mozgássérült sem tudott azon az autón megtanulni vezetni. Nagyon sok problémába ütköztünk ezáltal, hogy behoztuk, mivel magyar forgalmi engedélyt nem kaphatott, illetve oktatóautónak sem vizsgáztathattuk le, mégpedig azért, mert akkor még élt ez a regisztrációs adós törvény, ami azt jelentette, hogy a jelképes összegére áthozott autóra akkori áron körülbelül 1,5 millió forintot kellett volna ráköltenünk, csak azért, hogy papírjai legyenek. Erre sajnos az egyesületek nem voltak anyagi lehetőségei. Gyakorlatilag mi 3 évig folyamatosan próbálkoztunk ezzel, hogy valami eredményt elérhessünk, és a végén hát sajnos meg kellett szabadulnunk az autótól. Régóta próbáltam megszerezni a jogosítványt, lassan 10 éve, és most arra ért meg az, hogy nagyon friss a példány, amit kaptam, hogy letehetem a jogosítványt, illetve jogosult vagyok annak megszerzésére. A procedúra az, hogy idáig eljussak, olyannyira nehézséges volt, hogy fennakadtam több házi orvoson. Tehát még el se küldtek a orvoszakéti bizottsághoz, mert hogy úgy vélték, hogy ők ezt így el tudják dönteni. Beutalóval elmentem az orvoszakéti bizottsághoz, ahol is megvizsgáltak, be kellett fizetni egy összeget a vizsgálatra, 6550 forint körülbelül. A vizsgálatok után megkaptam a papírt, hogy milyen feltételekkel lehetséges átalakítani az autót ahhoz, hogy vezetni tudjak, illetve a forgalomba részt vegyek. Ezt kiállapítja meg, hogy milyen autó kell. Ezt az orvoszakértő bizottságnak az elnökei, illetve az ott résztvevő főorvosok, illetve egy szakmérnök, aki ebben segítségükre van. Tehát aki megmondja, hogy milyen eszköz kell az autóban. Szerencsére nekem konkrétabb átalakítás nem szükséges, csak szemüveg van távollátásra miatt előírva, illetve kormányforgatógomb használata. Tehát akkor neked még nincs jogosítványod, hanem most fogsz akkor Nem, tanulni. Nekem még nincs jogosítványom, így van, majd csak az elkövetkezendő években fogom, vagy szeretném elkezdeni és megszerezni. Hát hátrány az annyiban inkább kudarc olyan jelleggel, nem is, hogy kudarc, hanem negatívum, hogy az embert ilyen módon elutasítják, az egy kicsit úgy az embert lelombozza, így egy idő után fel is adtam. 2007 márciusában kezdtem, és 2007 szeptemberében már a kezembe volt a jogosítvány. Nem kell buszozni, meg azért egyszerűbb is. Hát sajnos, mivel hosszúan gyalogolni nem tudok, ezért hát muszáj volt gyakorlatilag megszereznem a jogosítványt ahhoz, hogy olyan életet tudjak élni, ami nekem is jó. Milyen tanácsokat adnál azoknak, akik most készülnek ugyanerre mozgássérültként? Hát talán azt, hogy elsőre ez kicsit bonyolult procedúrának tűnhet, de higgyék el, hogy nem az. Tehát meg lehet szerezni azt a jogosítványt. Ha netán nem sikerülne, még mindig lehet benyújtani egy fellebbezést, és ott tovább vinni ezt az ügyet. Alkalmasnak találtak arra, hogy automata váltós, vagy megfelelően átalakított személygépkocsit vezethetek. De előtte volt egy még a mostani autóm helyett volt egy másik,
ami úgy működött a dolog, hogy mivel a jogosítványom volt, vettem egy átalakított autót, mert éppen a gazdájának már volt gazdájának nem kellett, és annyi volt, hogy csak beültem az autóba és közlekedtem vele, mivel hogy volt jogosítványom. A jogosítvány megszerzése egy sorstársnak hát sokkal nagyobb nehézségbe ütközik, mivel hogy hát először is ahhoz nincsenek megfelelő, egy speciális oktatókocsi nincs. Ahhoz kell, hogy vegyen magának egy autót, át kell, hogy speciálisan alakítani, ahogyan az orvosszakértők megállapították, és csak utána tud el, sőt, még akkor kell be egy bótfék az oktatónak is. Utána kezdhet elvezetni, gyakorolni, tanulni. Egy elég macerás a dolog. Hát Budapesten van, ott láttam személyesen is, hogy foglalkoznak speciális autóval, mozgáskorlátozottaknak a vezetési oktatásával, de azon kívül nem. Hát egyet tudok még, az is csak a pletyka szinten, hogy Egerben van egy Toyota dízel, azt hiszem Corolla. Először is egy autónak a beszerzése, akkor utána megfelelően átalakítani, és utána kezdhet el Kressz tanfolyam, elsősegélynyújtó tanfolyam, és csak utána a vezetési. A jogosítványomat azt 2003-ban kezdtem el szerezni. A negyedik Kressz vizsga után úgy döntöttem, hogy kicsit szüneteltetjük a dolgot, de a tavaly is, 2008-ban sikerült újra a Bilux autós iskolával felvennem a kapcsolatot, úgyhogy ismételten elkezdtem a jogosítványt. Tavaly évben voltam utoljára kresztvizsgán, azóta még egy picit pihenek. A házi orvosomnál elutasítottak első fokon, tehát azzal az elutasító határozottal mentem orvosszakértői bizottság elé, úgy nagyobb problémám nem volt. Kézi vezérlést állapítottak meg, tehát kézzel vezethetek majd. Manuális váltós autót, illetve át van szerelve, akkor vagy automata váltóra, vagy manuálisan lehet vezetni. De én mondjuk szeretném megoldani azt, hogy inkább lábbal, mert volt autóm, vezettem lábbal autót, tehát és jobban éreztem is a vezetést. Hogy milyen tanácsot adnék a sérülteknek, akik most szeretnének jogosítványt szerezni, annyit tudok erre mondani, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, mindent meg kell próbálni annak érdekében, hogy a sérült igenis vezethessen. Ez múlik az orvosokon is, győzködni kell őket, sajnos az orvosoknak a feladata lenne, hogy minket segítsenek, nem fordítva, nem a sérülteknek az orvost. Ugye én is születésemtől fogva mozgássérült vagyok, tehát én is, amikor jogosítvány szerzésre gondoltam, akkor az első utam a házi orvoshoz vezetett, aki nem tudta eldönteni, hogy alkalmas vagyok-e jogosítvány szerzésre vagy sem. Az első út az mindig a házi orvoshoz vezet, és ugye ő beutal az Országos Orvosszakértői Intézetnek a bizottságához, ahol különböző vizsgálatok után megállapították, hogy alkalmas vagyok korlátozással, és ezeket a korlátozó feltételeket ugye a jogosítványba be is vezették, és egy rehabilitációs szakmaelnök állapította meg, hogy milyen segédberendezésekre van szükség ahhoz, hogy én közúti forgalomban részt vehessek. Hát nekem elég minimális átalakításokra van szükség az autómon, illetve volt szükség szerencsére, tehát nekem egy kormányforgatógombot, illetve az indexnek az átvezetését a jobb oldalra, hogy jobb kézzel is tudjak indexelni. De ezen kívül más releváns dolgot nem kellett átalakítani. Nekem nem kellett azokat a nagy harcokat megvívnom, amire másoknak azért néha meg kell vívni. Házi orvos azt mondta, hogy jogosítvány nélkül is lehet élni. Szó szerint ezt mondta.